Annyi a jó kérdés, beszélgessünk! A műsor támogatója a Jettel folyamatosan bővülő 5G hálózata. Sziasztok, Csepei Adrien vagyok, ez pedig a Popfilter tavaszi évada, amelyhez van egy partnerünk is, a Jettel. Az idei tavaszi minisorozatunk témája a kommunikáció. Azt kérte tőlünk a Jettel, hogy ezt járjuk körbe közösen, azokkal a vendégeinkkel, amelyek közül egyébként nagyon sokakat is ismertek már különböző VMN-es rendezvényekről, például a mellettem ülő Steiger volt Krisztián generációkutatót. Sziasztok! És egy régi nagy popfilter kedvenc is itt ül velem szemben, Lincényi Márkó, zenész. Szia, Araci, ez öreg vagyok. Műsorvezor. Akkor én is már... az vagyok, mert az én műsoromban voltál. Ja, jó, mi éve. A öregek vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen fiatalon itt ülök közöttetek? Ugye? Na, akkor egy kicsit vicces a téma, és egy kicsit meg komoly része is van, úgyhogy igyekszünk mind a kettőt megvilágítani ebben a mai beszélgetésben, mert hogy a felvezetőhöz azt írtam össze magamnak, hogy már olyan régóta létezik az internet az életünkben, meg a digitális világ az életünkben, hogy már Ilyen értelemben is elmondhatjuk, hogy bezzeg az én időmben. A mi generációnkat szokták úgyis emlegetni, hogy a MySpace generáció. Ilyen popkulturális értelemben, tehát nekünk például nagyon sokat számított a kulturális érésünkben, ha talán ez egy jó kifejezésre, hogy mi rengeteg előadóval a MySpace-en hát. találkoztunk, illetve mi magunk is ott tudtuk mondjuk akár a gondolatainkat megosztani. Ugye nem volt mindegy, hogy kitraktál a top franceit közé. Nektek a, a Colinnal fontos volt abszolút, a Abszolút, abszolút, és aztán mert tudtad pimpelni is a myspace -edet. Igen. Mindenféle kineket lehetett rátenni, ja, ki hát, tudtad yeah, rendezgetni, húd. hogy igen, és ugye nem csak profilokat lehetett követni, hanem zenekarokat is. Tehát ez egy nagyon jó ilyen Ö, önmagam identitását szuperül kifejezte az, hogy, 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 hogy milyen skin van, milyen fotóim vannak, milyen barátaim vannak, milyen sorrendben, MySpace Tom a barátom, -e? Ö, ugye ki az, akivel oda-vissza, tehát én kinek jelenek meg, a... és, és nagyon jól lehetett klikkesedni a MySpace-en. Okay. Szóval ebből a szempontból szerintem az sokkal könnyebb volt rajta kommunikálni, mint a Facebookon. Ugye már csak azért is, mert a Facebook nem eng, de hát nyilvánvalóan MySpace meg is szűnt, tehát túl bonyolult lett attól, hogy lehetett ennyire personalizálni a kinézetét. Nagyon lassúá is vált a végére, és ez egy csúnya bukás volt, hogyha jól tudom, akkor egy éven belül volt az internet legértékesebb Igen. oldala, és utána pedig a kutyának se kellett egy, éven, egy év múlva. Én úgy emlékszem, hogy egyszer még megpróbálták így újra dizájnolni, meg, meg hogy még rá lehetett keresni dolgokat, Dolgokra, de ez kifulladt. Viszont ez nagyon izgalmas, hogy azt hiszem, hogy tényleg a mi generációnk itt érzékelte azt, hogy az a bizonyos hat lépés távolság, hogy valójában tényleg bárkitől akár hát kevesebb egy, távolságra is lehet Ez egy misztikus érzés volt, én soha nem tapasztaltam előtte olyat, hogy föltöltöttünk valami rossz minőségű gagyi demót, <laughs> és valós időben Csak mutatta, hogy hányan játsszák le, és az, ami elképesztő érzés volt, tehát a legelején, tehát mit tudom én, óránként 50 ember meghallgat, majdnem percenként, majdnem egy ember meghallgat, az elképesztő érzés volt ez a MySpace, és az a, az a dúro, de erről beszélgettem sok zenészem, hogy legutóbb a Molnár Tamással az Anti Fitness Klubból, és ők ezt nagyon ügyesen csinálták, hogy ott még szuperül működött az engagement is, hogy ha, ha azt mondtad nekik, hogy gyertek ki a Margit Szigetre közönség találkozóra akkor ők kimentek. Aha. Tehát ott még sokkal kevesebb információ volt, sokkal kevesebb platform volt, és ott még volt valahogy súlya annak, hogy hogy, valamit megígértek, hogy valamit kérünk tőlük. Hát ma már hány, gondoljuk bele, hogy hány event meghívót kapunk a Facebookon egy, egy délelőtt Engem meghívtak ma egy könyvelő tanfolyamra. Mondtam, hogy ez nagyon szuper, jól működik az algoritmus, mert diszkalkuliás vagyok, tehát ennél távolabb semmi nem áll. Hát, hogy kellett elmenni. Igen, akkor lehet, hogy már nem lennék ennyi. Az a baj, úgy konferáltad fel, hogy ti vagytok az idősek, én fiatal, de nagyon szarul érzem magam, mert szerintem jóval idősebb vagyok nálatok, mert nekem a MySpace-szel, semmilyen érzelmi emlékem nincsen. Én, nagyon leragadtam az ivívnél. E az ivívnél? E Aha. Mert ugye az, előbb volt. Az üzenőfalra írtálta is. Persze, mm. A viccei. Hát ez volt az első. Hát ott nyílt meg a világ. De mondtad, hogy 2000 környékén kezdtek el belekapcsolódni. Hát én 95-96 környékén Igen. kezdtem ebbe kapcsolódni. hogy mikortól van ivív e szerintem 99-től, de most erre nem mennék meg esküdni, szerintem valahogy hát, azon a táján. Ezen a környékén. De előbb Igen. volt, mint a MySpace. És, és én ott leragadtam valószínűleg. de hát Voltunk a MySpace-en, de ugye ahhoz semmilyen érzelmi Hát igen, mert nyilván sem. szakmába vágottam már. a is, hogy azért ott alapvetően zene volt az egyik fő ha. formáló. Hát de sokkal kevesebb platform volt, tehát csak amiatt már kellene valamilyen jó emléknek lennie, mert összesen volt kettő vagy három. Hát 10 sőt, éven keresztül. sőt, ugye azokkal a funkciókkal ott lehetett fényképeket nézni a zenekarokról, meg zenét hallgatni, Aha. tehát volt integrált lejátszó, Egyet. és akkor még nem volt streaming, akkor még nem volt digitális zenei sem, ha jól tudom, Abszolút akkor az is később. Abszolút nem. MP3 volt talán. Amit ugye le lehetett, ilyen DC++ meg kazáról, ilyen mindenféle file megosztókról nem aztán később torrenten hozzá lehetett Egyet. jutni. De hogy ez bonyolult dolog volt, nem egy, nem egy, 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 egy hüvelykúj nyomásra voltunk a világ bármely számától, hanem hogy azért utána kellett nézni, tehát ez MySpace, ez egy sok szempontból egy nagyon úttörő és fejlett dolog volt akkoriban szerintem. Krisztián, uh, mi az, amiben Elok a legnagyobb... Vagyunk, mint a mapecsóban a két öreg, így ah, oh, amilyen jó is volt. Ma... Az azt, valami azt mond, új, valami mai világról is beszéljünk. Azt mondhatom, de egy generációk utának szerintem ezt, ezt elmondhatom, nem először hallod biztos, de hogy... Ö, emlékszem, hogy gyerek voltam, akkor kimondtam azt a mondatot, nagyon megsértődtek a szüleim, hogy, hogy, 50 évesek, fúj, de undorító. Tehát, ez, tehát én ezt, a szó, ezt használtam szinten, és arra is emlékszem, hogy amikor 20 éves lettem, akkor a 30 évesekre már azt mondtam, hogy ha egy buliban megtudtam, hogy vannak 30 Igen. évesek, akkor mondom, hogy ez gyász, gyász nem, nem meg. és, tehát, most... most mi vagyunk azok? Hát, de én, már, én már, olyan, tehát én, már olyan, öreg vagyok, hogy csókolomoznak a húsz évesek, tehát hogy nem kell ezzel. Mutka azt mondták nekem, egy uh, voltam, és az öltözőben volt két gimnazista, onnan tudom, hogy itt volt rajtuk a szalag, és azt mondták, hogy tiszteletem. Az uh. még rosszabb, mint a csókolom. Igen. Az a, az a igen, mert az érzettem. az, hogy igazából nem tudják megítélni, hogy mit, mit mondjanak nekem. Ha nem nem akarnak, igen. igen. Tudom, elméletben le tudom vezetni, de igen. sokkal jobban, mint ide, akkor is nagyon szarul esett a tiszteletem. Igen. <laughs> Nektek mi volt a belépőtök a digitális világba, az online világban? Milyen platformokon, milyen tevékenységeket végeztetek? Uh, szoktuk azt mondani, hogy aki a magyar könyvzenében nem volt a uh, hiphop.hu fórumon például, uh, akkor az, az valószínűleg hazudik, vagy még nem jöttünk rá, hogy milyen néknéven volt jelen, de ez egyébként számos más fórumra is igaz lehet, vagy uh, nem tudom, az iviv gondolom mindenkinek, vagy a Facebook bökés is mindenkinek megvan. Nektek mik voltak a, a kezdő lépéseitek az online térben? Hát én még az 1.0-ba léptem be, és már elég felnőtt fejjel. Én egyetemista voltam, amikor először elkezdtünk pornót letölteni, és az még az, az, még az a, az, még az, a, az, még az, a, az a korszak volt, amikor egy jépeg, ilyen 16 percen keresztül, tehát pixelenként, azt hiszem, hogy balról jobbra, és még az ISDN-nek volt egy ilyen hangja, és egy 14 perc után tudtad eldönteni, hogy tetszik-e egyáltalán a nő, aki rajta van. És akkor hát általában gyakran nem, de hát ugye vihogtunk, és ez volt az internet 1.0, és amikor egy kicsit tudatosabb internet felhasználó lettem, akkor az ELTE gép termének, a gép képeinek kezdő oldalára beállítottam a kaki.hu-t. Ez még egy ilyen régi, tehát akkor még weboldalakat nézegettünk. És, és, az, ez egy ilyen kaki napló, kaki matyi weboldala, és... Tényleg azt én is néztem. Ugye? Sose jutott volna eszembe. Milyen jó volt eljönni. <gül> <gül> és, <gül> akkor, ott, <laughs> és és beállítottam az összes gépnek a kezdőlapjára a kaki Esküszöm, <laughs> és az egy nagyon jó ilyen gyűjtő oldal ez volt. Nagyon-nagyon jó gyűjtő oldal, és lehetett egy funkcióval kakit dobni mélben. Igen. <laughs> Dobj kakit mélben. Ne nehéz. Ó, nehéz, <laughs> Krisztián, <laughs> mondj Voltak valami konszolidáltabbat, kérlek. Ezek után, mert hogy amikor én is elkezdtem internet, én is az 1.0-t vagy a 0.0-t 95-ben, akkor voltam egyetemista, és akkor jött be az egyetemet, otthon még nem is volt szerintem internetünk, sőt, számítógépünk sem biztos, hogy volt otthon, de hogy internet, az biztos, hogy nekem évekbe tellett, mire rájöttem, hogy egyetlen pornót le lehet tölteni az internetről, tehát az, a, a, ilyen vidéki gyerek vagyok, ott nem volt talán annyira biztos, mint a főváros, vagy az internet erre jó. Uh, de hogy tényleg egyszerűen annyira kevés minden volt az interneten, és annyira sokáig tartott egy képet letölteni, hogy, hogy nagyjából az e-mailezésben, meg az e-weebben év kimerült a, az, az internetkapcsolat. Hát Facebook meg sokkal-sokkal-sokkal később lett. Később, soka, így van. Hát hát, a én emlékszem, hogy még a, a kollégiumban volt papírtáblázat, ahol vezetni kellett, hogy ki hánytól hányig internethez hát ugye a közös gépeken, és hát egyébként bármennyire is uh, vicces amit eddig elmondtatok, valójában már is felmerült a tudatos felhasználás kérdése, hogy mit töltesz le, az, ami ott van, az hogy került oda, ami rólad felkerül, az hogy kerül oda. Akkor ez szerintem jóval egyszerűbb volt ez a kérdés. Olyan kérdés nem is volt. Mert, mert ami, ott, tehát az, akkor még legalábbis az én fejemben az úgy működött, mint egy könyvtár, ami ott fönt volt, az százszerzalékosan hiteles, tehát nem is gondoltunk rá, hogy valakinek érdekében állhat hazugságot föltenni az internet. De legalábbis az én naív elképzelésem ez volt akkoriban, de ez most 2000-es évek legeleje, amikor én beszálltam az internetbe, mint Vágási Feri, és aztán később szerintem a 2.0-val, meg a mostani korral jött el az a, ez a, a, hitelességnek a, a kérdése, mint legfontosabb. Jóval később szerintem, amikor egyáltalán Tömegessé vált az, hogy fel lehetett tölteni. Tehát nem csak letöltesz, hanem fel is töltesz. Tehát önmagában én, én ez mondom, 20 nak amikor nem egy irányú volt az internetről leszedett információknak a, a, a lehetősége, nem egyáltalán bárkinek joga volt, vagy lehetősége volt arra, hogy ezt föltöltsen. És az nagyjából szerintem ilyen 2006. Egy évtized, amit te is mondtál, egy évtizeddel később, mint ugye az badalt, mm. hát mondat, abban, bocsánat, hogy az internettel elkezdődött. Hát pontosabban, bocsánat, hogyha domént vásároltál előtte, és ]ok, egy honlapot szerkesztettél, akkor megcsinálta. Nekünk volt a zenekarunknak, szerintem öt látogatás volt rajta, ugye minden tag megírta. Meg nain, a szülők néha. Meg szülők. De hogy, de hogy volt lehetőség addig is föltölteni, csak, csak igen, ott az intézményesebb dolog volt, de, de jól mondod, igen, hogy a, az, 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 ezek az iViv, iViv, meg MyVip, meg Hotdog, meg, és aztán később a Facebook. Hát meg ráad bonyolult volt, drága volt, macera volt, tényleg, ha nem képet töltöttél, nem szöveget, az oké, okay, az viszonylag hamar betöltődött. Tehát képet letölteni, az az, 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 negyed óra, fél órákba telett, ha le nem fagyott, és újra nem kezdte az egészet. Az, hogy bármilyen rövid film részletet, hogyha egyáltalán volt fönn az interneten ilyen, az végképp, végképp nagyon nehéz. Ugye az első vlog, ha jól emlékszem, az volt 2000 január másodikához kötődik, tehát amikor először fölkerült valamilyen filmalapú alapú beszámoló magánszemély részéről, Amerikában nyilván ott egy teljesen másfajta lehetőség volt, mint Magyarországon. Magyarországon 2003 környékére datáljuk, amikor ezek a, nem tudom, emlékeztek rá, ezek Stickerek bejöttek, oh, és azokkal a stickerekkel lehetett uh, fogni a netet már bárhol, nem csak otthon, és, és ott robbant be az internet penetráció Magyarországon. Onnantól kezdődött el az, hogy mindenki valamilyen módon elkezdett rávenni az internetre, mint vágási felé. Krisztián, miben mutatkozik meg a legnagyobb különbség az online kommunikációban, mondjuk a, a mi generációnk, tehát a MySpace generáció, hmm. vagy a, a, jó, most használjuk ezt így az egyszerűség kedvéért, de mondhatom azt is, hogy Y. Z, a milleniálok és a ö, az alfa generáció között. Tehát van-e olyan, ami ilyen egyértelmű mintázatként kirajzolódik? Hogy hogyan kommunikálunk hogy, az igen, online Igen, hogy mi, mi, miben változik a mi kommunikációnk online? A platformokon túl nyilván. Alapvetően nem is az, az online térben változik jelentősebben, nem sokkal inkább az offline térben, vagy hogyan mosódik össze ez a kettő. Amit Márko is mondott, hogy, hogy a mi generációnk az, aki teljes mértékben elhitte, hogy minden, ami az interneten van, az igaz. Tehát hiszen benne van az internetbe, oda van rakva, akkor az igaz. És a mai napig ezt egyébként a, az internetes csalók is használják, és hogy bármennyire is azt mondjuk, hogy a fiatalok hisznek el mindent az interneten, azért a most nagyon-nagyon jól menő internetes csalások és lopásoknak az áldozatai az egy törmére 35 pluszosok. Tehát, hogy azért... Ez nagyon fontos, ezt külön felírtam kérdésnek is, hogy hogy azt gondolnánk, hogy a, a legfiatalabbak a leginkább megvezethetőek, de ezek szerint akkor ez nem így nem, van. hanem egyáltalán nem. Az, az a szerencséje az idősebbeknek, az igazán idősebbeknek, hogy nincsen e-mailük, e nincs e-mail fiókjuk, és nem érik el őket ezeken a dolgokon, de onnantól kezdve valakinek van e-mail fiókja, és bármilyen átlátszó hülyeséget kap a postától, most már ugye a rendőrség nevében is küldenek, tehát hogy, hogy egy egy Pici alapvető odafigyeléssel észre lehetne venni, hogy ezek ezek átverések. Nagyon sokan beleesünk. Mi lesz akkor, amikor ezek már tökéletesek lesznek? Most már néhány hónap kell ahhoz, hogy hogy az ai jal tökéletes hamisítványok érkezzenek, és akkor hogyan fogunk rájönni, hogy ez valóban, valóban átverés. Szóval, hogy ebbe, ebbe nagyon oda kell tenni magunkat, és hogy az igazi lemaradás az valójában a, a mikorosztályunk. A mikorosztályunk alatt értem mondjuk a 35. 65 közötti uh, viszonylag tág uh, korosztályt, akiknek nincsen meg készségszinten a digitális uh, készségek tárháza. Uh, ebben egy picit erősebbek vagy ügyesebbek a 35-esek. Azért nem kell hasonlászni tőlük se, tehát azért az, az a fajta uh, képzettség, ami az ő uh, informatikai képzettséget jelenti, azért az sem annyira erős, de, de nagyon sok platformot, sokkal több platformot használnak, mint mondjuk mi. Ez nem azt jelenti, hogy ebben előnyünk van, csak hogyha a kérdésre akarnék válaszolni, hogy hogyan jelentek meg ezek a fajta kommunikációs változások, akkor az látható, hogy ilyen mikroplatformokon vannak jelen, tehát hogy egyszerre 15-20-30 különböző platformon is jelen tudnak lenni, míg a mi generációnk azért inkább Kettő-három, és akkor az is elég észbe tartani, hogy most éppen honnan jön egy üzenet, és hol, hol, ki, kinek kéne válaszolni, melyik, melyik csatornán. Letöröltem az összes ilyen WhatsApp, Viber, mit tényleg, tehát, le, le, nem, tehát nem, nem, bírtam. Tehát van, mert visszaélnek, az, az én jó indulatommal, a. például írnak rajta, ami, ami, ami tehát egy hát behatol, gondolját. behatol az én privát nekem ne írjon, ne küldjön, minden értesítés le van amúgy is tiltva a telefonomra, de nem ásszom bele az életem. De miben más kommunikáció. Nagyon érdekes, én a, 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 Barnával, akivel közönt, közösen csinálok a Márkos a Sikirek podcastet, ő tíz éve fiatalabb nálam pont. És vérremenő menő vitáim vitáink vannak. Mert én például szeretek központozni, tehát én, én tiszteletben tartom a magyar helyesírás szabályait. Mi több követem őket. És a mondat végére pontot Aha. teszek, a tagmondatokat veszővel választom el, fel, a óhajtó felkiáltó, felkiáltó jelet teszek. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy kifejezem vérig van sértőd. Tehát, hogyha én lemerem írni azt, hogy köszi, kettős pont, újsor, újsor, márkó, tehát ez, a, ez az, ahogy aláírok egy levelet, ő azt mondja, hogy ez már maga, ez egy passzív-agresszív viselkedés, hiszen én elvárom, hogy ő cselekedjen is, és előre meg is köszöntem. Mondtam, hogy nem, utólag köszönöm meg azt az időt, amit arra abba fektettél, hogy elolvasd az e-mailemet. Ez nagyon érdekes, áthidalhatatlan probléma. És akkor mi a helyzet még egy tízessel fiatalabbakkal? Ugyanis most húsz évesek, mondták nekem, tehát ők már azt tehát hogy én nekik központozom, akkor ez ördögűző. Tehát ez ne, tehát nincs. Tehát, egy tehát szobálnak az, veled egyetlen És akkor mutko, múltkor hogy hú, a krássom, és akkor rám írt a krássom, és kajak, mit írjak vissza, hallott, akkor hogy vágod? És a, 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 vala egy lánynak, egy fiú az egyik sztoriára az Instán válaszolt egy olyat, az, a, az a, annyira nevet a fej, hogy így hát, Könnyezik. könnyezik tehát dugni akar veled. Igen, 100, 100, az, az, az nagyon gusztustalan ki. Igen, az, a, de, az tehát egyértelműen azt jelenti, hogy meg akarom, de mondom, de nem lehet csak, hogy annyira nevet, hogy azt tehát, hogy nagyon ne... <laughs> hülye vagy, de tényleg, hülye vagy, de hogy is, tehát hogy fogalmam nincsen, hogy, hogy, hogy Igen, én addig jutottam, hogy a normál alap smiley az a passzív-agresszív már, uh -huh. tehát hogyha uh -huh. már az az a, azt, az rakod valahová... Meg a like, jelet Oké. De akkor ezek szerint ezek folyamatosan alakulnak. Ele vagy emojit, vagy emotikont küldesz, mert abban is ez nagyon nagy udvariatlanság van, hogyha... A, a, Igen, a... hogy kiírod el, vagy, Pontos veszővel írod a, a, a dolgokat. Szóval nagyon-nagyon sok minden ilyen komoly, de oda-vissza egyébként. Tehát, hogy én ezt nem fognám csak a fiatalokra, mert ez visszafele is. Nem, van. ez vált, abszolút. Most voltunk egy forgatáson, ahol volt egy nálam idősebb rendező, mm. meg egy nálam jóval fiatalabb uh, fényképész lány, és mondja a rendező, hogy emlékszem, amikor a 80-as években mentünk buliba, a zsugba betettük a sezlonyt. És a fotós csajot tült, hogy most mi van. És akkor mondta, megkérdeztük, tőle, hogy mit gondol, hogy ez mit jelent. És akkor mondta, hogy valami lámpát vittünk el a buliba, vagy mit jelent, és semmit nem értett. Fogalma nem volt, és hogy, hogy alapvetően, ha most tovább mentünk volna a beszélgetésbe, akkor ő ugyanúgy kirekesztve érezhette volna magát, hogy ott mindenki értett, hogy a sezlant miért vittük a zsúgba. De hogy ő Teljesen, ez ugyanaz, mint hogy cringe vagy, vagy, vagy smash vagy, vagy akár. Igen, né? ezek is nagyon gyorsan változó slang szavak, amiket ugye beemelünk a magyar nyelvbe is. Én és az ez lany, az nem egy gyorsan változó Hát az nem. Szó, az de lassan, most, de azért de most de már Most kikapcsolódik. Az az, az érdekes, hogy nem is csak a, a beszéd használat, hanem maga az egész gondolkodás egymásról, a kultúráról, a humor. Tehát, hogy, hogy nekem ö, folyamatosan képeznem kell magam, és újra kell tanulni, hogy, hogy mi, az, ami, mi az, ami nevetnek, mi az, ami vicces, mert ez is egyfolytában változik. Tehát, ez, amikor én voltam gyerek, akkor akkor nem tudom én, Gál isó meg Saskabaré ment, most már, most már azért tök máshol van a, a, az igény szint, és másokon nem, más a ritmus. A humora, ugye és a kommunikációban kapcsolatban nagyon erősen bennek ilyen generációs változások. Például az, hogy a, az alfa és az generációs gyerekeket sokkal érzékenyebbre nevelték a szülők, mint a mi gyerekkorunkban minket. És ez nagyon-nagyon sokszor visszajut a humorba. Az a fajta... Én ennek nagyon örülök, és ezt egy nagyon üdvös dolognak tartom, miközben valóban komoly kérdéseket az, Mert az Én gyerekeimet is sokkal érzékenyebbre arról, hogy... neveltem, meg én, mint apa is sokkal érzékenyebb vagyok, mint az apám volt, uh -huh. vagy az öreg apám volt. Tehát hogy ez egy okokozati, majdnem hogy természetes logikai folyamat eredménye. De például gondolj el egy munkahelyen ahol együtt dolgozik több generáció, és ö, fiatal fiúknak a terhére humorizálnak idősebb ö, ö, műszakvezető szakik, és azt gond nélkül fölmondanak. Csak ott állnak, hogy ez hülye, ezen fölmondott, tehát mi csak humorizálok. Uh -huh. Hogy nekünk ez csak humorizálás, uh -huh. és azt gondolom, én velem is volt ilyen, pedig én ezzel foglalkozok a nap nyolc órájába. Ugye elmentem egy tréningre, és egy darab, Fiatal kolléga volt, és hogy egy csomószor ilyen, poén, ilyen cinikus poénként előjöttek dolgok, és egy csomó rajta csattant, mm. és nem vettem észre. És a végén az volt a, a, a lánynak a visszajelzése, hogy legalább egy generáció kutatótól elvárta volna, uh. hogy nem az ő terhére poénkodunk. És ott ültem, hogy ez meg én most nem generáció kutató voltam, én egy X generációs poénkodó fasi, oh. akinek fel se tűnt, hogy a saját munkájában ez az érzékenység, ami a nőiességével és az életkorával kapcsolatban visszajött. És ezzel foglalkoztok ki is egy csomó egyszer? Visorban. Nekem is volt egy olyan, igen, hogy ahogy ahhoz képest, hogy ezzel foglalkozom, nekem is volt egy előadásomon, hogy nagyon agresszíven egyébként, és szerintem továbbra is azt gondolom mindennek a tükrében, hogy vállalhatatlanul megjegyzést tett az egyik diák, aki 20 éves férfi volt. És kijött a számon az, hogy figyelj, te még a csatogós falepkét toltad. <laughs> és így elgondolkoztam, hogy Jézusom, hallod magad? Hallod magad, Adrien? De. De. hogy igen, néha van, hogy abban a helyzetben találod magad, amikor nem tudod te sem jól De. lereagálni, vagy, vagy nem. És a fiúk ugyan. is érzékenyebbek lettek, és hogy, hogy vannak olyan ügyfeleink, ahol az a berögzött szokás az elmúlt évtizedekből, hogy akkor lesz egy jó fizikai munkásból, jó munkára, ha betörik. Uh -huh. Tehát először egy férfi embert be kell törni a hadseregnél a né néphadseregnél is betörték, a munkáján is be kell törni, és a mai fizikai munkás fiatalok azt mondják, hogy engem ne törébe. be. Uh -huh. be anyádat, és elmennek a francba. És akkor hogy, hogy lehet megtanítani a középkori szakikat arra, hogy máshogy kommunikáljunk, Na más Erre egy például lehet-e jó terep az online. Tehát, hogy ahol több ember egymástól függetlenül meg tudja egymást elősíteni abban, hogy figyelj, ez tök vállalhatatlan, amit csinálsz. Az vajon segíte? Vagy azt mondják, a, nem tudom, melyik generációsok, most ne mutogassunk Igen. egyikre sem, hanem azt mondja valaki, hogy jó, hát itt már mindenki megőrült, mindenki szembe jön az autópályán. Hát ez egy ideális világ lenne, de ha most fölmész az internetre, azért azt látod, hogy a komment szekcióban nem erről szól azért a, uh -huh. a világ. Jó lenne, ha lennének ilyenek is, de nem ilyen. Nagyon érdekes egyébként, a hajóssal van egy podcastom, a probléma, és ott egy 20 éves, 21 éves szerkesztünk van, aki a mi fülünk, a, a mai kornak a szelleme van benne gyakorlatilag. És, és többször is van olyan, hogy 5-5 percek kiesnek az adásból, meg, meg a mi tudatunkból is, mert az Andrással csak egyre licitálva, mi köztünk is 10-11-2 év van, egyre licitálva csak lovajuk bele magunkat, észre vesszük, és utána mondja a szerkesztő, hogy gyerekek, ez ez vállalhatatlan. Tehát ezen már rég nem nevettünk. És akkor megkérdezzük egyszer azon, hogy de mióta? És ki, miért nem szóltatok? Miért nem küldtetek hol, egy hol pamfletet? Egy, egy postagalap. Mikor érkezett a postagalap? Ki kérem magamnak? És így tehát, hogy már nem tudjuk, és sokszor fordítva is igaz, hogy azon kapjuk magunkat, hogy már eleve exkluzeljük magunkat valamiért, ami nem is gáz. Uh -huh. nézzünk ki, hogy most, most gázt, gázt, mondtunk, ugye? És, ja nem? Ja, hogy ez szabad? Tehát teljes mértékben sötétben tapogatózunk. Hogy mert tavaly, mondok no, még egy, még, egy, példát, hogy a kultúrsznobok, akik között én nagyon otthonosan mozgok, és mert valahogy abban, van a, abban az alomban vagyok, nem tudom, és hogy a naturbor most mindenki a naturbor. Az tök mindegy, hogy mindenki hányik másnap, meg hogy mindegy, néhány száz éve is így csináltak a bort. Tehát nem az egy naturbor. Most csak, mm. csak a fúj, te a te kénezed, normális vagy te paraszt. Tehát, és uh, uh, mindenki a naturbor, és tavaly még nyersbornak hívták. És most idén mondtam valakinek, miért? Hát most csak azért, mert ezt a nyersbort. Szóval a nyersbor, és összegyűltek sokan, és újjal mutogatva rám, kinevettek, holott tavaly még ők is úgy hívták. Úgyhogy nagyon, tehát ember legyen a talpán, aki egyébként fel tudja venni a ritmus, de egy, egy, én egy idő után elengedtem, és az van, hogy, hogy igen, lakik bennem egy, egy boomer, egyszerre lakik bennem egy boomer, meg egyszerre lakik bennem egy, egy, egy vókos lázadó, és akkor majd majd van, ez is, meg az is. A valami... különbség lehet, hogy az, hogy most ezen te megsértődtél ott, vagy elraktad magadba, és elraktál azt, hogy na, ti hülyék vagytok, mert hogy tavaly... Nem, nem szerintem, szerintem a naturborosok eleve hülyék, tehát mit várunk tőlük? Tehát, hogy aki, aki olyat iszik, amit ő nem, utána... <laughs> nem, 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 én... nem nem a másik. Most egy, ez most egy, ez most egy trend, amit. Nem, én most csak azért akartam meg a kérdezni, hogy uh, uh, mert ugye a ami megfigyelt, hogy azért nem szeretik a humort, vagy nem úgy kezelik a humort, vagy nem jó szó, de nem nem értik, vagy nem kezelik, hanem máshova kerül a humornak a faktora, mert hogy érzékenyebbek és megsértődik. De, de, de te nem megsértődtél. Én hanem... nem megsértődök, én csak minden ilyen alkalommal elfogadom, hogy óvatosabbnak kell ha. lenni. És már van egy ilyen, nem is egy, hanem két-három szűrő van egymás után, ha. mire valamit kimerek mondani. Ha. Egyébként erről az jutott eszembe, hogy tavaly egy hellovm témája hasonló volt, és én voltam az egyik beszélő a, a, az est második felében a, a színpadon, és arról beszélgettünk, hogy mennyire jó lesne a pozitív visszajelzés, Hogyha nem csak mindig azt kapnánk meg kommentben, hogy ez is rossz volt, ez most miért így állt a kamera, miért ez volt a hajadban, nem tudom, és. Képzétek el, hogy azt mondták a nézőtéren ülők, akik jegyet vettek arra a rendezvényre, tehát szeretnek minket, és kíváncsiak arra, amit mondunk, hogy rengeteg pozitív visszajelzés azért nem születik meg, mert nem akarnak ezekbe a helyzetekbe emberek beleállni. Tehát, hogy valójában azért nem teszi ki magát ennek a, a nyomásnak valaki, mert, mert, mert úgy érzi, hogy ezzel akkor neki így energiája menne el. Miközben sokkal több pozitív visszajelzés van, és hogy mennyire hálásak nekünk, hogy mi online tartalmat gyártunk, és az ő online létezésüket mi sokkal jobbá tesszük azzal, hogy ezek a tartalmak ott vannak ebben a térben. Aha. Most egy kicsit előhozom a. Nagyon mélyről jövő gondolataimat ezzel kapcsolatban, amit a generációkhoz hozzá lehet esetleg kötni. Az az, hogy a, a veletek bezárólag nagyjából tekintélyelvű nevelés volt. Az azt jelenti, hogy minél idősebb valaki, annál inkább meg, meg jár neki az, vagy, vagy, abban a hitrendszerben nőttünk fel, hogy egy felnőtt csak azért, mert felnőtt, vagy tapasztaltabb, vagy idősebb, neki van igaza, jár neki bizonyos dolog. A humorban is ilyen. Tehát, hogyha a humorban valakinek a rovására tudtunk röhögni, akkor, hogyha a hierarhiába alattad volt, azt el kellett fogadni, mert az járt. És ez egy tök természetes dolog volt, hogyha rajtad röhögnek, akkor is valahol elfogadtad, mert a hierarhiába ott voltál, majd hogyha te jutsz oda föl, akkor ez másképpen lesz. És amikor tekintélyelvű nevelésben nő fel, egy egész generáció, abban például hiányzik a pozitív visszajelzés. Mm. Mert a fiatal nem kaphat pozitív visszajelzést csak azért, mert gyerek. Majd akkor, hogyha eljut oda, ahol majd megérdemli, akkor majd esetleg kap, de ott már nem, már nem fog kapni, hiszen a hierarchiában hiába olyan szinten áll, hogy nem kell neki pozitív visszajelzést. Tehát mi nem tanultunk meg visszajelzést adni, visszajelzést kapni és visszajelzést kérni. Ez egy iszonyatosan nagy hátrányunk. A mostani generációk viszont már egy demokratikusabb nevelésnek a, a gyerekei, abban nincs benne az alapon, alapjogon, hogy te csak azért kiröhöghetsz, mert nem tudok valamit, vagy mert fiatalabb vagyok, vagy mert kisebb vagyok. És viszont ezzel párhuzamosan, meg folyamatosan kapnak visszajelzést. Szinte mindenre. Még a vacsorájára is kiteszed az Instára, és kapsz 25 lájkot, ot meg 46 kommentet a zsíros kenyeredre. Tehát, hogy nagyon-nagyon más készségekkel kerülünk be az életbe, akár humor készséggel, vagy befogadói képességgel. És, és hogyha azt veszem észre, hogy az én gyerekkori humorom nem megy át a következő generáció humorán, akkor ott van bennem, hogy na mi történt, miért nem értik, és nem Big big, 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 big nem? Miért mondok olyan szavakat, amiket nem tudok kimondani? Miért nem egész képben nézzük azt, hogy valójában egy olyan változás történt az emberi fajban, ahol egy teljesen más kapaszkodót adtunk a gyerekeinknek, nem jobbat, nem rosszabbat, hanem mást, aminek van egy pozitív kimenetele, ennek is volt pozitív kimenetele, csak a kettőt próbáljuk valahogy ütköztetni. És ilyenkor, hogyha, ha nem vagyunk tudatosak, vagy nem vagyunk nagyon a talpunkon, akkor ebből ilyen nagyon komoly konfliktusok lehetnek. Hát erre egy cuki, de egyébként nagyon uh, izgalmas példa is szerintem. A keresztlányom az most kilenc éves, és ugye amikor időt töltünk együtt, akkor nyilván belőlem gyakran előbb az újságíró, mindent megörökítek, ja. nagyon sok fotót készítek, videót. Nekünk játékunk is az, hogy mit tudom én, stop motion videókat forgatunk, vagy ilyesmi. És hát uh, ugye a másik állandó program az, hogy engem sminkelnek, és uh, különböző frizurákat készítenek. És hát a kettő, ez összekapcsolódott a, a keresztlányom fejében, hogy hát akkor videózzuk azt, ahogy ő rajta nem tudom, mindenféle frizurákat kipróbál. És képzeljétek el, hogy szerintem ekkor ilyen négy-öt éves volt a gyerek, és úgy mutatta a kamerának, a, hogy és akkor most ezt használtam, és most ezt fogom a hajadba rakni. Tudjátok, mint a smink igen. videókban, ja. és a különböző ilyen, nem tudom, hajfonós videókban. Napi skincare rutinom, felteszem ezt a kis alapozót, ja, hogy csak két percem van, hogy odaérek az iskolába, ezért nekiállok egy hat perces videót forgatni vágással együtt. Azért Viszont... siess inkább, Viszont. Le fogunk késni. Na de ez egy nagyon izgalmas, az, amit a Krisztián mond, hogy más kille kell eh, indulnak kell Az ő generációjában a gyerekek, és erre most nem az kinker rutina, hanem arra, hogy már ő nem jön, nem jön attól zavarba, hogy mit kell megmutatni a kamerának, és azt milyen szögből és hogy mutassa. És az a furcsa ebben számomra, hogy nagyon kevés képernyő idő, idője vagy ideje van, uh, még mindig a keresztlányomnak, már annál idősebb korában is, tehát, hogy milyen pillanatok alatt adaptálódnak ahhoz, ilyen. hogy mit látnak. És ez amúgy azt mondanánk, hogy ártalmatlan tartalom is tök cuki, uh -huh. és nem tudom, de hogy valójában a folyamat mennyire érdekes, hogy négy-öt évesen ő már tudja azt, amit nekünk csak uh -huh. meg kellett tanulnunk. A fejlődés lélaktámban azért nagyon-nagyon sok változás vagy új kutatás eredmény kerül az emberek elé, és most azért már tudjuk azt, hogy prenatális korszakban, tehát a születés előtti időszakban tudat alatt egy csomó mindent átvesznek a gyerekek. Tehát az egész digitális... Uh, témához való hozzáállásunkat most már hozzák magukkal a születés után a gyerekek. Tehát nem kell megtanulni. Ez nem olyan dolog, amit, amit kijön és rácsodálkozik, hogy ez van a világban. A másik az, hogy körülbelül 3-4 éves korban kezdik el a gyerekek utánozni a felnőtteket, tehát tulajdonképpen szakmákat másolnak le. Onnan indul el az, hogy elkezd kezdeni a gyerek otthon is segíteni a munkában, és ilyen munkákat próbál utánozni. Én például a gyerekkoromban bussofő akartam lenni, és akkor 3 négy évesen egy ilyen frisbee kereket mozgattam körbe-körbe, mert azt láttam, de most a gyerekek többsége egy ilyen jellegű szakmát lát, mint influencer, youtuber, vagy make -er, vagy akármi, és tulajdonképpen ettől nem kell feltétlenül pánikba esni, ő munkákat akar utánozni. Az, hogy ez ennyire gyorsan adaptálódik, ez pontosan azért van, mert egy csomó mindent hoz sejtemlékszinten, mm. egy csomó mindent tud hozni úgy, hogyha az anyuka terhes korában nézett ilyen videókat, hallgatott ilyen videókat, hát az szépen átmegy már hang alapján, már emlékszintén is hozza magával. Szóval ezekhez nagyon gyorsan lehet adaptálni. Nagyon furcsa, amit mondasz, ez az emlékezés, hogy a mi gyerekkorú, tehát az, az, én egész első 13 évemről van mondjuk 40 fotó, ebbe 39-ből belelóg a nagymamám a mutató ujja. És <laughs> az utolsó És meg teljesen homályos. teljesen Az összes teljesen homályos, rosszul komponált. Tehát azért, de, de, hogy, de hogy ennyi. És a, az apám valahogy bizniszelt valami videókamerát, és akkor itt persze vágatlanul nagyon, tehát ugye ezt meg úgy kell elképzelni, hogy 16 órányi felvételből 15 órán keresztül rajta van a sapka, a, magán a tehát ezt a fekete sapkát Igen. veszi, mert fordítva, persze csak ugyan, a hangot, mert fordítva, Ford tehát nem tudtuk akkor még, hogy ők se tudták, hogy ez hogy kell, de hogy találtam egy órányi anyagot, ez valahogy most került elő, mert most digitalizálta be, mert ez valami DV, mini DV, mit tudom én, valami és, és egészen megdöbbentő volt 40 éves fejjel látni, ahogy a 6 ahogy a, a éves, éves én, meg a 4 éves én, meg a 10 éves én, szóval, hogy én nagyon-nagyon furcsa és zavarba ejtő é. volt az egész, hogy én nem így emlékeztem. És hogy ez az emlékezet. Uh, hogy, hogy, ugye, hogy a, a, mi emlékező, emlékezetünk az ilyen mozaikszerű, töredékes, 90%-át az agyunk köti össze. Van egy-két konkrét emlékkép, amiből az agyunk összerakja, Én. nem? Hogy... Igen. nincs is emlék, nincs emléke az embernek. Tehát azt hiszük, hogy az pontosan emlékezünk, minden pillanatban, ami történik a jelenben, átmossa az, Na az emléket, újra mossa. Nagyon furcsa, furcsa nincs. tudati állapot lehet, hogy, hogy Azonnal van egy visszajelzésem, amikor kislányomat lefotózom, már csak úgy tudom, hogy orvul, mert különben ezon elkezd pózolni. De az már nem az, az nem az a pillanat. én azt nem akarom megörökíteni, amikor pózolt, mert nem az történt. És hogy elkapom, de utána egyből meg kell neki mutatni, tehát hogy neki van egy azonnali visszacsatolás, hogy most ez történt, én így nézek ki. Én nem tudtam gyerekként, nem csak volt, a tükörben néztem, elő is kellett hívni, Igen. meg hogy a tükörben látni, látni magamat, vagy most 40 évvel később. Tehát, én ezt nem tudom egyébként, hogy ezt milyen nehéz lehet nekik feldolgozni, meg hogy az emlékezés, vagy a, az információ elraktározásának a folyamatára milyen hatással van ez, hogy azonnali visszacsatolás van. Hát szerintem nem nehéz, csak nagyon-nagyon más készségek és képességek alakulnak ki, és például az, amit Márka mond, az azonnaliság. Uh -huh. Tehát azt, amit 15 év múlva, 20 év múlva számon kérnek rajta a munkáján, hogy miért nem vagy képes várni, hát azért nem, mert az egész életük az azonnaliságról szól. Minket megtanította a világ a várakozás képességére, és az az asszociációnk, hogy várakozni jó, és várakozni boldogság nekik meg az az aszociációk, hogy az azonnaliság a boldogság. Tehát két gyökeresen ellentétes igényrendszer az élettel kapcsolatosan. És ezeknek olyan mély lélektani dolgai vannak, amit kognitívan nem tudsz utána megmagyarázni, hogy már pedig gyerekem a világ a várakozásról szól. Tehát hmm. azt mondja, hogy te hülye vagy, mikor fogsz már kihalni végre a baromsággal, mert hogy ez nem, 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 a világnak a természetes része. És ez egy csomó mindennel kapcsolatos, a csomó olyan képesség, módosulás van, vagy változás van, amire az iskola sem feltétlenül tud reagálni. És akkor nem hiába van az, hogy ennyi rengeteg diszlexiás és diszgráfiás van, miközben tudjuk, hogy a, a, a diszlexiásoknak kb. a 80%-a valójában nem az, csak nem azokkal a képességgel kerül az iskolába, mint amit utána még számunk kérnek rajta. Tehát az, hogy az agyunk, meg az idegrendszerünk hogyan fejlődik, az a nevelés, meg a szocializáció, amit te is mondtál, az élet első ezer napja, hogy milyen földi valósággal találkozunk. Most erről az jutott eszembe, amikor annak idején már mindenki könyörgött a rádiónál, hogy legyen már élő a popfilter, nem kell izgulnom, Vá mert ugye vágtam az adásokat, és nekem az egy ilyen óriási lépés volt, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én most elengedem a gyeplőt, beülök a stúdióba, és élőben jönnek hozzám a márkóék. Miközben azt látom, hogy a, a legfiatalabbak közül nagyon sokaknak konkrétan sokkal komfortosabb azonnal a videóban, sztoriban, storyban, bármilyen módon, TikTokon reagálni, mm. eh, megosztani akár fontos dolgokban is a véleményüket. Tehát sokkal kevésbé van meg bennük az a fajta gát, amit ugye mondasz, hogy belénk neveltek. Én ezért bevallom, csodálom őket, és irígylem is egy kicsit őket, hogy nem nem gondolják, nem aggódják túl a dolgokat, de közben nem tudom, hogy... Nem tud, Ebben nem gondolod. vagyok biztos, igen. Szerintem sokat szoronganak, talán még többet is, mint mi, vagy nem tudom. Valószínűleg, igen, tehát hogy lehet, hogy a szorongásukat is azonnal fel akarják dolgozni, viszont a szorongás az nem olyan dolog, amit azonnal föl lehet dolgozni. Mm. Tehát, hogy ez az azonnaliságnak van egy visszaütője is, vagy, vagy ilyen fajta feldolgozása is. Viszont Ebből a szempontból azért van egy picit szerencsés helyzetük, hogy egy olyan időszakban gyerekek, ahol az, hogy te önmagaddal foglalkozol, vagy az önismereteddel foglalkozol, az nem egy olyan boszorkányság, mint mondjuk volt 30-40 évvel ezelőtt. Az Tehát azt mondjuk, hogy elmenni egy pszichodráma csoportra, vagy elmenni egy pszichológushoz, akár gyerekként, akkor nem nyomják rá a bélyeget, hogy te bolond vagy. Azért 40-50 évvel ezelőtt elmenni egy gyerekkel pszichológushoz, hogy ez az, az egész város kinézte volna. Ebben egyébként biztos vagyok, hogy nagyon sokat segített például a közösségi média. Biztos. Mert hogy rengeteg nem. olyan szakember gyárt, könnyen befogadható, könnyen érthető, szélesebb közönség számára is érthető tartalmat, ami segít megérteni, nem. hogy nem, nem gáz elmenni, nem ciki elmenni. Ugyan, vagy... de szerintem ez egy kétélű kar, mert ugyanannyit árthat is. Én azt tudom, hogy nem is bennem inkább, hanem a gyerekek anyjában, az egy óriási stresszfaktor, vagy egy nagy szorongást okozó valami, hogy hogy pihenés influencer. Anya. Anya influencer. És akkor az anya influencer kiragad egy egyébként... Ez nagyon... két, hogy mi ez? A, pihen, a influencer, én is azért az így Kiragad de. egy, hogy, hogy hogyan legyen jó szülő, hogyan a. kell csinálni, majd én megmondom neked, jobban tudom, mint az. Ez. Ez, ez a coaching-szerű valami, de hogy egy, 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 gyönyörű, szépen megkomponált, patika mérlegen kimért pillanat, vagy videó, ami, ami nem a valóság, mert a valóságban, egy telefingot gatyában, egy lehányt a pulcsiban vagyok, üvölt velem a gyerek, tehát a gyerek nem azt mondja, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy bevásároltál, meg főztél, kitakarítottál, és most elaltatsz, ezért cserébe kedves leszek. Lófaszt, üvölt, üvölt, amikor lefektettem aludni, utána jön rá, hogy kakilnia kell, amikor én vacsorázom, úgyhogy vacsorázás közben fogok feneket törölni, és még neki áll, és még neki, és még neki áll följebb, tehát az élet az ilyen. Ezzel szemben az az idealisztikus, vagy az idealizált kép, amit ők kitesznek, hogy még maradt időm egy mokacsinó, latte, frappe macsalattét is csinálni, természetesen vegán, miközben a hajcsavarom és ö, Vergiliuszt olvasok. Ez egy hazugság. Ez egy hazugság, De és azt érzi. A hajcsavaró és... az nagyon jól működik azt érzi egy normális anya, aki egyébként 16 óráig... 16 órán keresztül volt türelmes az anya, és a 16. óra után, az első másodpercben üvölt, rácsap az asztal, és azt mondja, hogy elég legyen most már, esetleg káromkodik egyet, mit te mi? Ami egy teljesen érthető emberi reakció. Az ember érzelmi alapon működik. Nem gépek, nem robotok vagyunk. Na, ezt nem engedi meg például egy ilyen, egy ilyen Instagram oldal is. Ebből csak az én feleségem követ 250-et. Amíg le nem tiltom, azt mondom, hogy több, többet ártasz Egyet. vele, mint használsz, mert Egyet. ez egy hazugság, és pontosan tudom, hogy ők sem viselkednek így a gyerekeikkel, mint amiket ők kifele mutatnak, mert ez egy, ez egy szép kép, de nem ez nem az igazság. Az a helyzet szóval, egyébként, hogy ez offline is, is megvan. Is el... Tehát, hogy én, én azért a, a való világban is szembesülök. Az az a, játszott játszótérre ott az anyák meg az a... beszélgetésére. Így e. van. Mindenki mindent ez a kutyatartók körében is ugyanígy. Igen, hogy ő már azonnal szobatiszta volt, ő már úgy Igen, született. Úgy született. született. És ez... Igen, de ezt nem teszed ki. Tehát amit online kiteszel, amit online ez, mondok egy másik példát. Mérgező szülő. Ez a szókapcsolat, ami most így nagyon bejött, hogy a mérgező szülő. De hát az Istenért mindannyian mérgező szülők vagyunk, tehát, hogyha már ezt megengedjük magunknak ezt a szókapcsolatot, az azt jelenti, hogy Úristen, mennyi, mennyi fájdalmat, mennyi, mennyi frusztrációt örököltem tőlük? Ja. Mennyivel messzebb tarthatnék az életben, hogyha engem nem korlátoz ez a két barom, akik nem tudtak, mert nem olvastak utána, mert ők rossz fejek, mert nekem rosszat akartak. Tehát te önmagában, hogy létezhet ez a szókapcsolat, ez, ez szerintem több veszélyt hordoz magában, mint amennyi. Ez oldja vajon, való, vajon a szorongásainkat? Szerintem oldja ez akkor fontos, főleg, és... vagy akkor akkor jó, ha van benne egy, uh, egy törekvés arra, hogy ha úgy érzed, hogy neked ilyen típusú problémád van az életedben, és nem arról van szó, hogy jaj, anyukám, apukám rossz fej, már csak 11-ig engedtek el, és hogy kevés volt a zsebpénzem, tehát hogy létezik olyan, hogy mérgező szülő, de ettől függetlenül fontos az, hogy ne címkézzünk mindenkit. Ilyennel vagy, hogy ha valakinek, nem tudom, van egy rossz napja, akkor nem mondjuk rá rögtön, hogy bipoláris. Tehát, hogy ennek nyilván van veszélye is. Lét, létezik, csak az a baj, hogy egyrészt egy olyan képet rajzol, ami nem tehető be a, 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 a mai korba. Nincs tiszta definíciója? N Tehát, hogy mi, mikor vagy te mérgező szülő? Mert biztos vannak. Én, Persze, én... hogy vannak, csak nem. A... Tehát az, hogy, uh, uh, hogy én... nekem van egy aha élményem, amikor elolvasom, én is szentül hittem éveken keresztül, hogy az én szüleim mérgező szülők, és hogy én tekem ez egy nagyon komoly stresszt okozott. Évekig nem álltam szóba velük mire megértettem, és az, az is kellett hozzá, hogy én magam is szülő legyek, megértettem, hogy egy, a mai kornak az értékeit kérem számon, egy másik generációt, hogy tök nem ebben a világban éltünk. Aztán azt is meg kellett értenem, hogy, hogy, hogy igen, én is tudok úgy viselkedni, ami szerintetek mérgező. Mert mondjuk három napja nem aludtam, mert, mondja, mert a gyerek nem alszik, mert nő a foga. Három napja nem aludtam. Próbáljátok ki, hogy három napig nem alszatok. Nem lesztek olyan jó fejek, mint amúgy elképzelitek magatokat. Ezek ez, ez előfordul. Ez, az, Na, ez egy fontos, ez, ahogy elképzelitek magatokat. Ez lehetne bármely random közösségi oldalnak a mottoja, hogy ahogy ha tehát TikTok, ahogy ti elképzeljétek. Insta, ahogy -e, vagy ahogy okay. szeretnétek, hogy mások elképzeljenek benneteket. Abszolút azt mondom, bocsánat, amit Márka mond, és uh, nyilván mind a ketten olvastátok a könyvemet, azért tudom meghivatkozni, hogy, hogy szerintem a legtöbb pozitív visszajelzés az jött nekem, hogy hogy nem azt írtam le benne, hogy mennyire hülyék vagytok szülők, hanem hogy a jelenlegi helyzetben ez van. Tehát, hogy mi vagyunk az első, például az első digitális szülők? Hát halvány, gőzünk nincsen, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát jó, hogy tele van hibával, de az én gyerekeim az első digitális gyerekek. Hát honnan tudnák, hogy hogy kell ebbe viselkedni? Tehát én el tudom mondani, hogy hogy kell viselkedni egy 1976-os születésű gyereknek, amit mondtál az előbb. De a mai világban, hiába mondom el, hát egy olyan világot teremtettünk most nekik az elmúlt 15-20 évben, amiben se grund nincsen, se uh, uh, focizó gyerekek az utcán, mert hogy mindenkit a négy fal között, között, nevelnek a szülők, és az összes szülő hülyét kap, hogyha fára másznak, meg mit tudom én, miközben mi fára másztunk, meg leestünk. Hát ki foglalkozott vele, hogy leestünk a fáról? Hát nem vittek te tanúszra, mert lezúztad a, a lábadat, hát lekisílték a többiek, aztán rendben volt. Hogy... Hát Ezt most már... nem akartam. <gül> <gül> Engem vittek, de tőlem nem azt kérdezték, te hogy te már. Igen, én már egyet. egyek. Igen. igen. kicsit igen. fiatalabb. Ah, de hogy igen, tőlem azt kérdezték a kórházban mindig, hogy mikor kaptam az utolsót? Nem azt, hogy kaptam-e már életemben? Életemben nem kaptam, tetanuszt. életemben. Pedig én, én, én jártam muszolversenyet, állandóan betörtük a fejünket, soha nem kapott senki sem. Jó, hát másfajta veszélyek, Más. tehát online. De ezt mondtam, tehát ezt nem kell, tudod tökéletesen ezt az, azt a mondatot, emiatt vissza fogom nézni, mert annyira jó mondat, hogy fel fogom használni, hogy, hogy nem tudod azt a fajta dolgot, amit te hozol 40 évvel ezelőtti emlékből, mintázatból, a mai virágnak a torkán lenyomni, mert nem az a világban. Hát lehet, hogy a, az összhang vagy az egyensúly megteremtéséhez akkor mind a két vagy mind a sok generációtól szükség lenne, hogy a sajátját rakja be a közösbe, tehát a legfiatalabbak tudnak abban segíteni, hogy mondjuk a nem tudom, 60 pluszosokat ne verjék át bankkártyás csalással, ha így nagyon le akarom butítani. Közben pedig nyilván fontos ugyanúgy az, amit az idősebb korosztály tud, akár a biztonságról, akár arról, hogy uh, hogyan kell magadról bármiféle tartalmat kiadni, vagy nem kiadni, tehát mm. átküldöd de magadról a, a mesztelen képet, ami nem tűnik olyan súlyosnak valószínűleg egy, egy ö, nagyon fiatal számára, és hogy ö, hogy mi van azzal, ami egyszer felkerül az internetre? Ez is nehéz, mert ugye a gyerek az mindig mintázatból tanul, és hogyha a szülő föltette egy-két éves korában a mesztelen képeit, utána papolhatsz, hogy ne fel a mesztelen képeket. Ah. Tehát, hogy, hogy, hogy itt itt én szerintem az első lépés az az ismeret és a tudatosság, hogy én mit csinálok, mert mindennek következménye van. Nem jobb, nem rosszabb, csak következménye van mindennek. És hogyha... Na ez is egy fontos. Azt mondod, hogy akiről aranyos, kádas játszós képet föltetek, az könnyebben fog nudot küldeni? nem most? ezt mondom, hanem annak, hogyha 15 év után te szülői helyzede beleállsz, és azt mondod, hogy ne küldjél mesztelen képeket, Értem. akkor ott lesz neki az a mintázata, hogy de hát miért mondja ezt anya meg apa, amikor ő kirakott róla mesztelen képeket. Hát és egyébként én egyre több... Nehezebben tudom meggyőzni Értem. arról, hogy ez... Értem. Egyre több embertől hallom azt, hogy a gyereke megkérte, hogy törölje le az ő kicsikori képeit és ez, most ez mondod, a -e, egy... tínédzser korban, amikor a saját identitása fölrobban, uh -huh. és az a saját identitását újra kell alkotni a szüleivel szemben, akkor találkozik egy olyan internetes lábnyomattal, ami, amit nem ő csinált. Amivel ő nem tud azonosulni. Nem ő kérte, hogy fölkerüljön. Semmi köze hozzá. Hát egy csomó gyerek azzal találkozik, hogy fönn van eladású. a kopasz rajta, meg dagi, meg igen, mit tőmi, mert a gyerekek kopaszok, igen. meg dagik, meg Pont toki van a száján, mondani. akkor lehet mondani, hogy ha kis, oha. a gyereket kiröhögnek, hogy igen. hogy nézett ki gyerek korábbi, Ó, hát, hát én, én ezt megelőztem, én magamról raktam fel. Csak hogyha... Uh, de de hát, hány hát felnőtt voltam Na, már, és akkor de a 14-15 éves, aki, aki a legstabilabb. Még felnőttként is kell ehhez irónia. Tehát, ne, hogy, hogy, azt gondol... És nekem is van olyan, amit nem biztos, hogy szívesen mutogatnék régi fotók közül. Az jutott még eszembe, hogy ugyanígy nagyon nehéz elválasztani más téren is a határokat, amit már te is említette, hogy hát, hogy letöröltél minden napot, már akkor hívnak, meg betolakodnak, meg nem tudom. Én is nagyon szigorú határokat igyekszem húzni, hogy mondjuk a munkámat és a magánéletemet szét tudjam választani, miközben például tisztában vagyok azzal, hogy ö, van, hogy vasárnap éjfél után még van egy órám arra, hogy e-maileket válaszoljak meg, és ez most lehet, hogy pittyegni fog valakinél, de én nem tudom hétfőn nem. tíz után megcsinálni ezt, mert én akkor már egy meetingen ülök. Tehát, hogy értem, mind a két oldal ö, szerepét ebben, de hogy hogyan tudunk szerintetek okosan határokat húzni, hogy tudjuk a munkát és a magánéletet szétválasztani a, ebben a, a digitális világban? Hát én, én erőszakkal, amióta a pszichológusom <laughs> elmagyarázta, hogy szerintem mi a pihenés fogalma, én megpróbálom azt az iskolát képviselni. Elmondod? A, hát azt mondta, hogy pihenhetsz te otthon is, nem kell utazni, nem kell tájföldre menni, csak kapcsolod ki a telefonodat. Tehát abban a pillanatban, hogy nincsen nálam, és nem vagyok elérhető, akkor, akkor én már pihenek, és ezt hát nekem is van, hogy néha, tehát most ez, ez egy elképzelt ideális állapot, amit mondjuk hetente néhány délután meg tudok valósítani. És akkor mondjuk gyerekekkel lenn vagyok a kertbe, és nem és egy nagyon furcsa, mert Háromszor nyúlok percenként a zsebemhez, mert jaj, ezt lefotóznám, jaj, most csak megnézem, hogy hány fok fog, fog -e esni. Te -te, amikor nincs nálam a telefonom, akkor jövök rá, hogy milyen gyakran, teljesen feleslegesen használom. És, és, és így próbálom, és tényleg működik, tehát kicsit lecsapolom az agyamból ezt a sok ezért, Tehát nem jön ez a végtelen számú információ. De én is keresem még a határait, hogy hogy van, de ez már más, mert nálunk tehát nálunk van egy ilyen férfi, férfi keressük az apa szerepünket, hogy most, uh -huh. ugye ez is egy óriási stressz, hogy ugye én, az én feladatom, legalábbis a mi családmodellünkben éppen az a felállás, hogy az apa nő, az anya férfi, nem fordítva az apa férfi, az anya, tök mindegy, tehát hogy én vagyok az, aki dolgozom, és én érzem magamnak, én érzem a, a felelősségét annak, hogy az én szerepem, hogy előteremtsem azt, hogy legyen kaja, egyébként el is megyek, meg is veszem, ö, szarul főzök, de néha próbálkozom. Szóval, hogy nekem ez így fontos, de hogy Közben meg nem vagyok a gyerekekkel, és akkor ez is egy óriási stressz, mm. hogy, hogy de hát miért nem vagyok? Tehát ma, ma már az apa is elsődleges gondozó, hogy miért, hogy, csak ma ennyi idős, holnap már idősebb lesz, holnap már, le, tehát erről már lemaradtál. Ma, uh, uh, most csinálja, azt először nem vagy ott, ez, bennem ez egy óriási konfliktus, bennem ez egy sokkal nagyobb konfliktus, hogy ezt a két szerepet hogyan választom el egymástól, mint hogy a, mint hogy a, a pihenést hogyan választom el a, a, a munkától. Látod például Sakan ebben nekem, le. bár én még nem vagyok szülő, csak keresztülő, meg nagynéni, de ebben nekem rengeteget segít a digitális tér, mert hogy az én családom nagyon távol, el, távol, távol él tőlem. Úgy <laughs> távol is állunk, de <laughs> közel csak. <gül> <gül> szóval másfajta életet élünk másfajta helyeken, és nekünk ebben a közös pont az az, hogy a keresztlányom meg a. a Unok a öcsém bejelentkezik Weberen. Uh -huh. És van egyébként, hogy hogy csak ilyen. Ez most ne, nagyon furán fog hangozni, meg nem akarok nyilván itt senkinek, tehát nem akarom senkinek jobban tudni, hogy hogy kéne ezt csinálni, mert lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy ez á, ez csak felesleges időtöltés. De hogy van, hogy nem is nézzük egymást, csak valamit csinál mindenki a csoportos hívásban, és közben jól esik beszélgetni, mintha együtt csinálnánk azt uh -huh. a valamit. Tehát nem tudom, ők színeznek rajzolnak, rendet raknak a szobában, én meg rendezgetem az irataimat az asztalon, vagy, tehát, hogy nemrég írtam pont erről egy cikket, hogy ez például ADHD-val élőknek, mint én, ez nagyon segít, hogyha az úgynevezett body doubling-et alkalmazzuk, hogy valakivel vonalban vagy, akár videócseten, akár telefonon, addig, amíg egy számodra ijesztő, nyomasztó, kellemetlen, kényelmetlen feladatot el kell végezni. Ez nálam maximálisan beválik, hmm. és nagyon hatékonyan tudok tényleg takarítani, főzni, akármit csinálni. Amit egyébként elodáznék, hogy most még először még megírok 26 e-mailt. Volt egy kulcs szó a, a, ebben, a, amit mondta, ez, a mindha, ugye ez az agynak a mintha érzéstét adja meg. Tulajdonképpen nem csinálod, de úgy le az agy, mint hogyha megtörténne. Tehát mindenben én számítógéppel játszok focizni, és az agy úgy csatolja le, mint hogyha tényleg fociznék, de valójában a testben nem jelennek meg azok a hormonális változások, az izom meg stb. stb., mintha ezt tényleg meg is csináltad volna. Egyébként ugye maga az ADHD is egy spektrum, tehát hogy ott is azért nagyon más uh, szituációkban lehet uh, a, a digitális eszköznek pozitív vagy negatív hatása, de sok esetben azt látjuk, hogy például az ADHD és szülők előszeretettel ültetik le a gyereket tévé vagy számítógép elé, mert abban a pillanatban megnyugszik, de valójában nem történik nyugalmi helyzet az agy szempontjából, amit te is mondasz, hanem ott pont az ADHD-seket iszonyatosan felpörgeti a digitális eszköz használat. Uh, tehát ott is kell egy picit odafigyelni arra, hogy mit tudsz használni. Az, amit Márka mondott, ugye ez az el, előzetes elköteleződés. Ez nagyon-nagyon fontos a digitális eszköz esetében, ugyanúgy, mint mondjuk a diéta esetében. Mm -hmm. Tehát hogyan fogyókurázok, kevesebb nachoszt veszek otthonra. Hát az első este rám jön a falásíróval, és bezabálom az összeset, de ha semmit nem veszek, akkor hiába jön rám, mert nem fogom magamat éjszaka rávenni, hogy elmenjek vásárolni, maximum másnap, de akkor megint meggyőzem magam, hogy nem veszek. Tehát, hogyha van egy ilyen előzetes elköteleződésed, hogy lementek az udvarra 10 percet játszani, és nem viszem magammal, akkor hiába jön rád, lenne az udvaron, na most ezt lefotoznám, jaj, mintha ezeket volna a zsebem, jaj, miért nem Phantom csinálok valamit. Igen, az igen az akkor az nem mész föl a telefonnél, mert azt mondod, hogy jó, most akkor majd 10 perc múlva. De már nyertél. nyertél 10 percet. Igen. Tehát, hogy az előzetes elköteleződés, hogy én valahova elmegyek, és nem használom a telefonomat, hogy valahova beülök, és repülőüzemmódra állítom, hogy rád figyeljek, nem mintha rád figyelnék, hanem tényleg rád figyelek. Az a saját gyereknél nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan nem az egész nap, tehát megint nem kell átesni a ló másik oldalára, hogy egy szülőnek folyamatosan figyelnie kell a gyerekére. De hogy kell, az ránk se figyeltek a szüleink. Hát lezavadtak az udvar, és mondták, hogy a lemegy a nap, érje haza. Azt se tudták, hogy mi van veled. De hogy a mai világban, ebben az egész túlzsúfolt digitális világban, hogyha lennének naponta 5-10 perc, olyan pillanatok, amikor lenhagyod a telefonodat, oda teszed, kikapcsolod, vagy akármi, az egy teljesen más kapcsolódás, mintha úgy csinálnál, hogy figyelünk egymásra. És akkor, hát igen, ugye itt ezt, lehet, hogy ez félreérthető volt, hogy, hogy igényelnénk azt, hogy gyakrabban találkozunk, de ez nem megoldható. És annál sokkal jobb az. Annál jobb, ez tény. Tehát, hogy nyilván én is tudom, hogy személyesen ez tök szuper lenne, ha összejöhetne, de hát 350 km. Tehát egy menő nagynénivel nem... ez baromi jól meg lehet oldani, és nem tudom, milyen gyakran beszélgettek, hogy minden nap. Képzeld tehát, el, hogy hát, mióta te... a legkisebbnek van Viber, azóta minden nap, mert igényli, ha? és ő hív engem. Na, és... Tehát, hogy, hogy van de... egy menő nagynéni, akivel ezt meg lehet csinálni. De azt szerintem egy tök fontos dolog, hogy megkérdezi, hogy hívhat-e. Ja, hát az alap. Tehát, hogy nem veszi természetesnek az azt, mint ahogy egyébként sok idősebb ah, ember teljesen, bár, tehát bármikor. Mert nézi, a mi hogy... generációnknak az, hogy fölhívsz valakit, az teljesen természetes. Nekik meg annyira illetlenség valakit fölhívni, mint hogy rárúgnád a fürdőszoba ajtót. Tehát először megkérdezed írásban, hogy fölhívhatlak-e, mert hogy ez így, így illik, ez a Ugye van egy több ezer éves illemszabályunk, és most ki kell találni digitális illemszabályokat, amire semmilyen, semmilyen jellegű kapaszkodunk. Nem, hmm. no, én ezt szeretem. Szóval Nagyon összetett ez az egyébként, fejlődés? amiről beszélünk, hogy, hogy ha bárki azt várta volna, hogy ilyen egyértelmű receptet lehet adni. Hmm. Én mindig azt mondom, hogy ez annyira összetett, mint egy puzzle tábla, hogy több ezer darabból áll, és hogy nem azért változtak meg a mai fiatalok, mert úgy döntöttek, hogy ők máshogy akarnak élni, hanem egy teljesen más gyerekkot kaptak, aminek ez a következménye. Nektek van olyan, ami számotokra nem komfortos az online térben? Tehát amit nem tudom, nem, nem szeretnétek élőzni, nem raktok fel selfit, vagy egyáltalán jelen sem vagytok valamelyik platformon? Nem. Mi az, ami nektek nem? Ó, okay, én ebben nagyon öreg vagyok. <gül> <gül> én, én nem, is, nem, is, csak digitális bevándorló vagyok, hanem, hanem újra kellett tanulnom az egész nyelvet. Amit, igen, igen, igen. igen. <laughs> de, hogy, de hogy, én azért nem tudom, a podcastek miatt, meg a sok szereplés miatt gyakorlatilag rá is kényszerülök, hogy, hogy sok sokszor influencerkedjek, és ez, ezt, ez, ez muszáj, és muszáj megtanulni, és muszáj frissnek lenni, de csak hogy a másik oldalát, tehát árnyaljam a képet, hogy, hogy ez a világ ma, és ebben a világban élünk, és uh, nem én mondom meg mostantól, hogy mi esztétikus, hogy mi hasznos kulturálisan, egyáltalán mi a kultúra, hanem a mai 20 évesek. És én utánuk megyek. Tehát, hogy a, egy, egy idő után az lesz a szép, amit ők mondanak, mert ők, ők tudják most. Ő bennük van meg az az erő, ő, van, ő, bennük van meg, ő bennük van meg az a kreativitás, az a bátorság, az a következmények nélküliség. Ők nem úgy gondolkodnak, hogy egy részről, más részről mint ahogy én, hanem ők tudják, tök. Lazaság cool, tehát ők a kúla. Ezt el kell fogadni. És hogy én hallgatom azt, amit, amit ők mondanak, vannak én beépített embereim, ők csak úgy szólnak, hogy ez van. Én cserébe mondom, hogy és tudod mi jó még, és akkor mondok valami 80-as évekbeli zenét, akkor azt mondják, hogy te úgyis az tök szar, felejtsd el, papa. De aztán bekerül majd a Stranger Things-be, vagy valamelyik, aztán, és, ha, és, akkor két most is a De hogy, hogy nek, nekünk kell megtanulni, hogy, hogy mi van, mert szerintem az övék, náluk van a fákja, kövessük mi az ő fényüket már ott egy introvertált ember, vagy egyébként? Így a, az... Szerintem abszolút, abszolút Abszolút, abszolút, extra. De lehet, hogy most csak három napja nem aludt, mert valami van. Nem, hanem azért kérdezem, mert vagy nem tudom, én, én ambivertált vagyok, de nagyrészt introvertált, és nekem nagyon nagy segítség az, hogy én online rengeteg-rengeteg dolgot el tudok intézni, akár megbeszéléseket, Zoom meeting, nekem az egy megváltás, amióta nem kell oda menni egy, egy megbeszélésre. De nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nagyon-nagyon sok meetingem van, online és offline is. Nagyon sok tender, amikor egy márkával leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy én tudom-e jól a márkát képviselni, vagy nem és, és nem egész egyszerűen a meggyőzés, a másikra gyakorolt hatás nem működik olyan jól képernyőn keresztül. Tehát ma, csak nézzük meg csak a small Tehát, hogy leülünk, muszáj ilyenkor egy kicsit small jópa jó perfizni, nem tudom, ami eszembe jut. Hogy bemegyek egy, egy ügynökséghez, egy tárgyalóterembe, ott egyből le tudunk külni, van egy, egy asztal, egy, egy pohár, amiről el tudunk kezdeni beszélgetni. Látjuk egymást, kinek hova kalandozik a tekintete, kin milyen cipő van, ki, ki ne... Milyen mimika, milyen gesztusok, ez nem annyira jön át a, az online térben, ahol mindig megáll a felvétel, és azt a ahol... videó. Hát vagy lehet, hogy... Hát módszereket rendesen? kell találnunk. Nagyon más, hogy evolúciósan nincs meg az a, az a példája, mintázata az emberi fajnak, hogy hogyan tud online rájönni, hogy a másik hazudik, vagy a másiknak az érzelmeit élőbe, egyszerűen tudat alatt annyira működik az agyunk, hogyha rád nézek, nem is szól semmit, de így leveszi az agyam azt, hogy uh -huh. na most valami rosszat mondtam, na most te most nem vagy itt, vagy most uh -huh. gondolkozol. De ez kell az, hogy hogy tartod a lábad, a kezedet, az arcon, ugye van több száz ö, olyan pont, amit az agyunk tudat alatt is befogad, na ez még nem működik online térben azért sokkal könnyebb átvenni az embereket jelenleg online térben, mert még nem alkalmazkodtunk ezekhez a dolgokhoz. De ne csak rosszat mondjunk, az online térben egyébként meg sokkal megengedőbbek vagyunk, sokkal uh, humanisztikusabbak vagyunk, sokkal könnyebben összedobunk például uh, adományokat, uh -huh. sokkal hamarabb uh, fölajáljunk dolgokat, sokkal hamarabb megtaláljuk az elveszett személyigazolványunkat, so szóval egy csomó minden pozitív uh -huh. késztetést is kihoz az emberekből az online tér, csak lehet arra kevesebbet figyelünk. Na ez, látod, mint ahogy a kommenteknél is, a jó kommentek nem mindig születnek, meg Mind. lehet, hogy itt igen. Én a saját életemben végtelenül hálás vagyok azért, hogy nem kell mindig kimennem, ott ülnöm, beszélgetnem, szmoltalkolnom, nem tudom, tehát nekem ez én, nagyon nagy dolog. És én sem akarok ilyen szigorú lenni Ö, azért közmű órákat átírni. Nyilvánvalóan jobb online. Így van. Ezt ébe fölmenni, csekket befizetni, átutalni pénzt. Hát nyilvánvalóan számtalan előnyét élvezem én is, csak egy házártos nagypapa vagyok igazából. Nagyon érdekes, hogyha szabad még reagálni erre a kommentekre, hogy a jó kommentek megszületnek-e vagy sem, a, a Problema című podcastben ö, mindig nagyon vegyes vendégeket hívunk. Egymás utáni két részben volt vendég a Puzsér Robert, meg a Vízperton. És ez egy nagyon érdekes lakmuszpapírja egyébként is, hogy a, hogy a minis közegünk, minis műsorunkban a, a mi hallgatóink, akiket nagyon magasztalunk mindig, hogy magasan képzelt város, a legjobb, tehát prémium, prémium, te És, és elképesztő mocskolódásba mentek bele, és akkor a következő adásban kérdeztük, hogy gyerekek, mi van? Tehát, hogy nem tudjuk eldönteni, segítsetek egy kicsit, hogy itt volt 120 héter komment, hogy segítsetek, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy mind utáljátok, vagy hogy pont ez a 120, akiben ilyen érzelmek születtek, és, és rávette magát, hogy írjon, de hogy a többieknek ez oké, okay, és azért nem írtatok, és a következő epizódra jött, 200 olyan váratlan támogatói komment, ami eddig soha, és hmm. mind 200 az azt hogy hát én nem szoktam kommentelni, miért kommentelnék, csak a hülyék kommentelnek, de hogy mi amúgy nagyon szeretjük, csináljátok, és ez egy tök jó megerősítés volt, mert tényleg csak a negatív születik meg, és akkor több száz ember leírta, hogy ja, hát persze, hát tök alap, hogy jó, hát csak nem írjuk oda, mert nem vagyunk hülyék. Na, hát akkor ez egy jó végszó lesz, hogy mit tudunk elvinni ebből a mai adásból, azokon a mondatokon túl, amik miatt majd mi is visszanézzük, az, hogy figyeljen egymásra, egy-egy generáció, hogy mit tud ő segíteni esetleg abban. magára. Magára. Ön Utána fel. másokra, Igen. mint a repülőn a Igen. Ö, oxigén. Igen. És hogy húzzuk meg a határokat, de használjuk ki maximálisan azt az időt, amit az online térben töltünk, és ne időt pazaroljunk, hanem akkor az hasznos legyen. És ez, hogy szülessenek meg a jó kommentek is. Szerintem ez egy... Megyünk jó kommenteket is élni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Steiger volt Krisztián, és Lincényi Márkó. Köszönjük szépen. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Érkezünk a következő résszel.